Hát a Virág Barbara, a táplálkozási tanácsadó vendégünk, és a tápiókáról fogunk beszélgetni. Ez a tápióka. Ez a tápióka gyöngy. Igen, tápióka eredetileg gyöngy. Nagyon sok fajtája van. A manióka nevű növénynek, a gyökerének a szárított verziója maga a tápióka liszt, ami sürítésre alkalmas, különböző mártásokhoz, pudingokhoz például, ez pedig maga a tápióka gyöngy, amiből csináltam most nektek egy pudingot, ez igazából hasonló a tejberizshez. Igen, tehát íze is, ezt ugye meg fogunk kóstolni. Miért csinálnak ilyen kis golyócskát belőle? Tehát ennek mi értelme van? Ugye innentől kezdve, hogy ezt először így szárazon nézzük, nem annyira izgalmas, olyan, mint a hungarocell. Igen, viszont, hogyha pontosan. Utána beáztatjuk, mert úgy kell csinálni, hogy először beáztatjuk egy kicsit, akkor megszívja magát, és utána pedig megfőzhetjük akár vízben, akár mondjuk egy kis kókusztejben. Én ezt... Van kókusz, ugye? Kókuszreszelék van benne. Kókuszreszelék is van benne, plusz kókusztejben főztem meg. Pár perc alatt egyébként megfő. Egyébként olyan szép étel, mert megtartja a kis gyöngyöcske formáját, csak ilyen kis kocsonyás lesz, igen, mint az ikra. Igen, kocsonyás állagot kap, és egyébként az is érdekes, hogy ugye szárazon fehér, így pedig átlátszó. Hogyha megfő, akkor átlátszó lesz. Tehát ez például jó játék. Én a kislányomnak készítettem ilyet, és nagyon élvezte ezeket a kis golyókat, hogy úgy megszívja magát vízzel, igen. És akkor ilyen kis kocsonyás. És milyen tápanyagok vannak benne, az érdekes. Mert Afrikában ugye ez nagyon népszerű a tápióka. Hát alapvetően úgy, ahogy mondjuk egy európai ember számára a burgonya, ugye központi étel, egy ázsiai embernek a rizs, ugye Afrikában a tápiókát fogyasztják nagyon-nagyon gyakori módon. A levelét is felhasználják, azt spenót-szerűen tudják felhasználni, ugye? Aha. Nagyon sok fehérjét tartalmaz, a gyökere pedig, amiből mondjuk ez a gyöngy is készül, pedig vitaminokban gazdag, B-vitaminban, C-vitaminban, káliumban, kalciumban, ezen kívül még antibakteriális hatása is van. Ja, itt van, igen, antibakteriális gombaülő tisztítja a vért, vastagvér megfelelő működéséhez hozzájárul. Hát akkor ez egy csodaszer gyakorlatilag. Igen, és ráadásul gluténmentes is, ugye, úgyhogy például gluténérzékenyek is használhatják, épp ezért érdekes szerintem, hogy levesbetétként is szokták használni, mondjuk tényleg. Egy tésztát. Ugyanúgy lehet használni? Igen. Ezt a kis golyócskát? Ezt a kis golyót, hát hogyha először ugye egy kicsit vízben felduzzasztjuk, és utána pedig a leves utolsó 2-3 percében beledobjuk, akkor utána fogyasztható. Még mi mindent lehet csinálni ebből a tápiókagyöngyekből? Sűrítés, azt már mondtad, hogy sűrítésre lehet használni. Így van, mártásokhoz, főzelék, tulajdonképpen mint egy kukorica keményítő, magát a lisztet, nem ezt, hanem az ebből készült lisztet úgy kell elképzelni, mint a kukorica keményítő, úgyhogy lehet főzelékekhez, pudingokhoz, mártásokhoz, sűrítésre azzal használni. Egészségesebb lesz, mint hogyha liszttel vagy kukoricalisztel sűrítenék? Hát, onnantól kezdve, hogy gluténmentes, mindenképpen egészségesebb, meg ugye szélesebb körben felhasználható, mert mindenki fogyaszthatja. Arra azért oda kell figyelni, hogy ez nagy részt keményítő. Úgyhogy a szénhidrát tartalma... hogy tök jó ez a szöveg, hogy az éhezők megmentője, de ez mit jelent, hogy könnyen tudunk kevéstől is hízni? Hát tulajdonképpen így is fordíthatjuk. Igen, így lehet fordítani, hogy könnyen lehet hízni tőle? Keményítő által igen, úgyhogy hogyha a diétás szempontokat is figyelembe vesszük, akkor nem feltétlenül a tápióka a legelső étel, amit fogyasztanunk kellene. De mértékkel mindenképpen mértékkel hasznos, persze. Az a lényeg. Így van, mert hogy egészséges is tényleg, szóval ásványi anyag, vitamin szempontból nagyon-nagyon jó, de hogyha mondjuk szeretnénk fogyni, akkor az esti órákban nem biztos, hogy ezt a tápióka pudingot ajánlanám. Igen, reggelihez mondjuk jó. Hát nagyon finom egyébként, tehát nyilván más íze van, mint a tejberizsnek, mert igen. Azt szoktuk meg, ez könnyebb egy picit, olyan picit vízesebb íze van annak ellenére, hogy tejjel készül, de nagyon kellemes üdítő. Tehát lehet fűszeres dolgot is csinálni? Egyébként tehát, ugye, pont ezt akartam mondani, hogy igen. Éreztem. Hogy onnantól hogy átjön. Hogy semleges, nincs, alapvetően semmilyen íze nincsen, így el lehet vinni akár sós irányba is, és akár édes irányba is. Úgyhogy bele szokták tenni akár mondjuk sós ételekbe is, mártásokhoz, csak a kreativitásukhoz. Igen, mert átveszi azt az ízt, ami éppen körülötte van, vagy azokat a fűszereket átveszi, amiket az ételbe teszünk. Ebből köretet lehet készíteni? Egyébként azt is el tudom szerintem képzelni. Lehet, szerintem lehet. Igazából tényleg bármit. Mondjuk, hogy ha azt szeretnénk, hogy jobban összeálljon, akkor kicsit tovább kell főzni, és akkor úgy még inkább masszívabb lesz, így van, de akár egyébként még süteményekbe is szokták tenni, kicsit sűríteni, azt nem ezt a formáját, hanem a lisztet,
azt szokták süteményekbe is, és egyébként azt még nem mondtam, hogy édesítőszerként is funkcionál. Tényleg? Úgyhogy van az, olyan tápióka. Önmagában édes ez a kis gyöngyöske? Nem ő, hanem csinálnak belőle olyan verziót is magából. Így van, az édes hogy ízé. Édesítőként is. Hogy kell bánni? Tehát, hogy fogyasztod, áztatni kell? Először áztatni utána? Kell, 5-10 percet áztatjuk, és akkor utána lehet megfőzni, akár tejben, kókusztejben, szójatejben, vízben, bármiben, és miközben főzzük, azt ajánlom, hogy akkor tegyük bele mondjuk a fahéjat, az édesítőszert, akár a vaníliát, kókuszt, mert akkor ugye a beleszívódik. Így van, a hőkezelés hatására jobban kijönnek az aromák, és még finomabb ételt kapunk. Hogyha tejben áztatom, és akkor is magában szívja a tejet is? Mert hogy én vízben áztattam, és úgy készítettem a tejbe rizst, vagy tejbe... Tejbe tápiókát. De így egy kicsit vizesebb ízelet. Szóval igen. Én arra jutottam, hogy legközelebb tejben fogom áztatni. Te vízbe áztat, csak vizes ízelet. Vízbe áztat. Hát igen, de ez a szabály. Tehát ez van ráírva az acskóra is, hogy vízben kell áztatni. Most én úgy mondok, hogy a fogalmam sincs, hogy miről beszélünk, csak szavakat összerakom. Hát. De szerintem tejben. Igen, és próbáld ki valamilyen magtejben, mandulatejben, kókusztejben, nagyon-nagyon finom lesz. Finomabb, mint a sima tejjel. És utána le kell szűrni, vagy eleve ilyen állapú lesz? Nem, hogyha körülbelül egy ilyen másfél-kétszeres tejben vagy vízben főzzük meg, akkor pont eléri ezt a kicsit kocsonyás, pudingos, zselés állagot. Úgyhogy nem kell túl sok vizet tenni hozzá. Szeretik ezt a gyerekek? Tesztelted már gyerekeken? Én azt gondolom, egyszer igen, ott sikert aratott, úgyhogy azt gondolom, hogy igen, nem feltétlenül kell tudni szerintem az ilyen reformételek esetében, nem kell elmondani, hogy pontosan mit teszik, hanem meg kell nézni, hogy ízlik-e neki, és akkor maximum... Ez igaz, tényleg, mert vannak előítéletek, de ha nem szólsz, hogy miből van, igen. Akkor simán megeszik, és még ízlik is. Igen, és egészséges is, úgyhogy... Hát szuper. Igen, próbálni. Nagyon jó. Érdemes becézni. Nem csak a tápiót mondjuk. Ja, most már nem csak tápió, hanem jó, köszönjük szépen. Én is köszönöm. Köszönjük szépen.